Sziasztok, ez itt a Kezdő Trader Workshop. Ma a technikai elemzésről és a tőzsdei kereskedés alapjairól lesz szó. Ha a technika nem szól közbe, de ha közbe szólna, akkor is valahogy próbálok majd rögzíteni egy hasonló webináriumot, amikor nagyok lesznek a körülmények. Minden esetre legyetek tisztában kezdők azzal, és haladók is, hogy a tőzsdézőknek 76%-a veszít, és ez meg egy jó arány, mert alapvetően szokott ez lenni még 80% vagy a fölötti érték is. Ezt olvassátok el figyelmesen. Pici időt hagyok, ha van bármilyen kérdés, csatabra föl lehet tenni. És ugye a befektetés, tőzsdei kereskedés világában senki ne várja azt, hogy én itt most befektetési tanácsot adjak, nem fogok, illetve aki tőkeáttétel nélkül kereskedik, legyen tisztában a kockátokkal, pozícióméretezéssel, stop-loss eljegyzéssel, ne legyünk túl mohók, mert az szinte mindig veszteséget okoz, ő a szerencséseket. Remélem sikerült ezt átfutni, és többször is felhívom a figyelmet, még ma is, a tőzsde kockátos dolog. A kockát kezelésnek vannak módszerei, stop-loss, money management, ez a technikai elemzős mélyebb ismerete. Ma itt az alapokról beszélgetünk, ez az első ilyen workshop, egyébként minden reggel van, és kalkulási időtűvel kapcsolatos. Ha szintén van szó a technikai elemzésről, amiket azért magasabb időségű csártokra is el lehet húzni. Amit most megosztanám, ha megtalálom az MT4-es felületemet, és várok egy gyors visszajelzést, hogy látjátok-e, amit én most mutatni akarok. Ez itt a Nasdaq csártya. Meg is nézzük több idősíkon. Kezdjük a napi idősíkkal. Inkább csinálok egy csupasz csártot. De azt is inkább ráhozom erre az AMD nevű részvényre, mert hogy jobban szeretem, hogyha nincs az elején még összefirka a csárt. Ez főleg azért is jó, hogyha valaki kezdő, akkor jobban látja ezt a dolgot. Nos, törlünk mindent. És megnézzük, hogy alapvetően van egy emelkedő trendünk. Volt egy picike korrekció, de a mai napi zöld gyertya már azt mutatja, hogy az emelkedő trend folytatódik. Folytatódhat. Megnézzük az 4 órás időségot, mindig a napitól indul el. 4 órás időségon itt az a kérdés, hogy kialakul-e egy válfejvál, vagy kialakul-e egy dupla csúcs. Ha a válfejvál kialakulna, akkor ez már egy eladási jelzés lenne ezen az időségon. Most a helyzet kedvéért átmegyünk kisebb idősíkokon is, megnézzük, hogy milyen irányú trédet lehetne indítani, ha mi most tréderek lennénk. Látható, hogy gyönyörű szép napon belül emelkedést produkált a csárt, ami szintén egy alakzatból indult ki. Ez egy fordított válfejvál, ez itt a válla, ez a feje, ez itt a másik válla. Ebből már leszűrhettük azt, hogy az egyik legfontosabb dolog az alakzatok megfelelő felismerése, beazonosítása. És nézzük azt, hogy az M1-es idősíkon, ahol a legtöbb trader belépőket keres, most milyen lehetőség adódik. Ha abból indulunk ki, hogy ez egy emelkedő trend, akkor elképzelhető, hogy ez a trendvonal még egy darabig támaszul szolgál, de én most arra játszok, amire nem sűrűn szeretek játszani, hát ha elesik ez a mi kis trendvonalunk. Látjátok, hogy itt bal oldalon fent, ha ezt lenyitjátok, lehet pozíciót nyitni elég egyszerűen, vagy dupla klik a piacfigyelő ablakba, amit a nézet menüpontból választatok ki, ez itt a piacfigyelő ablak, és ráklikkeltek, akkor ugye eltűnik, ha pedig újra, akkor előjön. Így lehet kiválasztani az instrumentumot. A Nasdaq az ugye a technológiai részvényeket tömörítő index. Alapvetően most trenddel szemben kötünk, de ez azért fér bele a játékba, mert látjátok, hogy a másik amerikai indexen a Dow Johnson elég jó kis belépőnk alakult ki. Egyébként ennek egy részét jobb klik, megbízás módosítása törlése, én már le is. Elnézést. Tehát rámész a Dow Jones-ra, jobb klik, megbízás módosítása törlése,
piaci végrehajtás, és a felét ennek a pozíciónak lezárom. És megnézzük, hogy mi volt ennek a trade-nek az oka. Ez egy relatíve alacsony tőkeáttétű számla, amit ma reggel nyitottam. Ha valaki szereti a technikai elemzést, akkor szeretni fog egy idő után szinteket rajzolgatni. Ezt a szintet picit lejjebb húzom. Én úgy értelmezem, hogy ez egy ellenállási szint volt, amikor alulról közelítettük többször is ezt a bizonyos szintet. Egyébként, ha megnézitek, ez közel a 33.600-as kerek lélektan szinthez is. Meg volt a kitörés, és elég gyakran a chart visszateszteli a kitörési szintet. Én itt pozíciót nyitottam egyből. Ezt megnézzük M5-ös idősíkon. Az az 5 perces chart, akkor látjátok, ez egy korábbi támasz volt, ennek a közelítésénél, ott a picikét a fordulat környékén én már bizony bele is veszek. Ez egy scalp day trade típusú belépő, nem követendő példa. Aki inkább picit később szeretne alakzatok megjelenését követően kereskedni. Ha megvárta ezt a fordított váll, fej, váll alakzatot, akkor bizony akár jól is járhatott, mert ismét egy ilyen alakzatból indultunk el fölfele. Önmagában hogyan azonosítunk egy trendet? Lehet látni, hogy amint visszatértünk ide a piros vonal fölé, egyre magasabban vannak az aljak, látjátok, ez is itt lejött, és egyre magasabban vannak a tetők. Tehát a trendcsatorna szerű mozgások általában úgy néznek ki, ez nem lett párhuzamos, de tekintsünk el tőle, talán ezt picit meg tudnám igazítani. Próbálunk párhuzamos trendvonalakat illent ráilleszteni a gyertyákra. Egyébként nagyjából ez működhet is. Azonban egy-egy trendnél nagyon kell figyelni arra, hogy jönnek-e alakzatok. Ez itt egyébként egy válfejvál alakzat. Az emelkedő trendről azt kell tudni, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy dupla csúcsokra, azaz M betűkre, illetve válfejvál alakzatokra azonnal le kell zárni a long pozíciót, és már bizony-bizony lehet shortolni. Az abból szempontból tévedés, hogy néha ezek az alakzatok elmaradnak. Azért, hogy ne zavarjon engem ez a NASDAQ pozíció, de egy picit visszajövök. Tehát teszek egy jobb klik, csúszóztopot, egy nagyon gyorsat. Ha elkezd esni az árfolyam, az a piros vonalakkal lejjebb ugrik, ha mákunkon követi lefele, ha nem, akkor kisztopódunk $1.50 nyerőben. Itt most az látható, hogy megindultunk lefele. Kérdés, hogy a sárga vonal megfogja a chartot, vagy nem. De most egy rövid trade volt, nem erre akarok fókuszálni. Menjünk vissza a Dow Jones-ra. Nem csak amerikai indexek lesznek, ezt ígérem. Ha ez egy váltfejvel alakzat, és neked van long pozíciót, tehát vettél itt olcsó, mint én, akkor célszerű részzárást csinálni, változatlan helyen hagyott stop loss-szal, ugyanis benne van a pakliban, hogy egy emelkedő trendnél ez az alakzat sem biztos, hogy elhozza a fordulatot, hanem az úgynevezett nyakvonala alatt, a piros vonal alatt, ha kialakul egy fals letörés, illetve egy ereszkedő trendvonal esetleg a későbbiekben áttörésre kerül, akkor bizony-bizony ez akár az emelkedő trend folytatódását is jelezheti. Nincs azzal baj, ha valaki a válfejvállalakzatnál vagy a sárga vonal törésnél shortolt, de amikor kirajzolt ez a hatalmas méretű dupla V vagy dupla aj, akkor illet van a pozíció egy részét, lehet, hogy jó nagy részét, vagy a teljes egészét lezárni. Nem biztos, hogy eddig a szintig, vagy eddig a szintig tetőket rajzoltam be, illetve a váll vonalát, a váltető vonalát, nem biztos, hogy eddig nem jön fel a csárt. Miből gondolom ezt? Hát abból, hogy a shortosok stopja vagy ennél a piros vonalnál van, vagy ennél a piros vonalnál. Nézzük, mi történt ezután. Itt most per pillanat még szerencséje volt azoknak, akik a shortot időben le tudták zárni, de ettől függetlenül látható a képernyő alján, hogy egy korábbi lokális mélypont környékén egy úgynevezett támaszszint alakult ki, aminek a letörése nem sikerült, innen ismét lehetett volna long pozíciókat nyitogatni, egészen addig a pontig, amíg le nem törik ez.
aki ennél a válfejvállás ordult, az ügyes volt, aki az én belépőmnél long pozíciót vett fel, az se volt rossz. Itt viszont ugye az következett be, hogy a dupla ajtréderek, akik a nyakvonal áttörésénél kötnek, azok bizony buktak. Hogyan lehet ezt orvosolni? Hát egyrészt úgy, hogy a dupla elejét, közepét, végét összekötöd, és itt belépsz a pozícióba, mondjuk egy lottal, vagy 0-3-mal, mindegy. A kétharmadát, tehát 0,6-ot, vagy 7-et, vagy éppen 0-3-as esetében 0,2-t lezársz itt. Mondjuk 2 dollár zsebben, ha itt kisztopolsz 1 dollár puksz, ezzel a pozíció fedezve. A technikai elemzés olykor beszél, olykor nem beszél arról, hogy a piacok kirázósak, ami azt jelenti, hogy nagyon gyakran csak a stoppunk érjön le a piac, majd utána megfordul, és nélkülünk megy fel az égbe. Nézzük meg, hogy itt ez történt-e, vagy nem. Egyelőre nem. Tehát aki ennél, összegezzük itt az alakzatokat a mai napon, most csak találomra, ez itt a Dow Jones. Fordított válfejvál, itt lehetett volna nyerni, főleg ha valaki pozíciókat darabokban adja el, hogy az árfolyam megy egyre följebb. Válfejválnál lehetett nyerni ismét. Dupla ajnál, aki nem ezen a ponton lépett be, és nem követette részzárásokat, az bukott, aki részzárásokat csinált, az nyert. Tehát legyen ez egy mínuszos tréd. És itt, ennél a duplatoknál ismét lehetett shortolni az embertőnél. Viszont, amire én felhívtam a figyelmet, előfordulhat az, hogy egy dupla ajat követően lejönnek a stoppokért, majd egy úgynevezett fals letörés alakul ki, tehát a támasz elesik, majd itt visszajövünk, fölé zár a gyertya, és gyönyörű szépen eljövünk a válfejvállas sortosok tető fölé helyezett stopjaiért. Ezeket azért célszerű megtanulni, a szinteket, a ferdevonal rajzolásokat, mert látjátok, hogy majdnem biztos, hogy azok célárakként is funkcionáltak későbbiekben. Persze célárakról is az a véleményem, hogy a célárak előtt azért egy jó pár ponttal illik zárogatni, előtte pedig részzárogatni. Ez volt itt a nap belépője, ez a dupla aj kirázás tipikus esete, és egy nagyon gyors emelkedés követte, ez nagyjából az amerikai tőzsdenyításkor volt. Ezt a sárga vonalat azért elértük, az a biztos, és itt igazából addig lehetett volna tartani a pozíciót, amíg az újonnan kialakult emelkedő ajakhoz húzott félegyenest nem metszi vissza a csárt, tehát eddig a pontig. Azt gondolom, hogy ezek a típusú belépők, a szintek nem csak egy perces, meg 5 perces, meg 15 perces csártkon láthatóak, hanem akár magasabb idősíkon is, és erre majd akár több példát is bemutathatunk. Nézzük, a NASDAQ-ot, hogy ott mi történt. Ugye lezártam a pozíciót, nem vagyok pozícióval, nincs ezzel gond. Pillanatra menjünk át az arany csártyára, nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. 4 órás időségben azt láthatjuk, hogy egy dupla aj kezd kialakulni, ami lehet, hogy jó vételű lehetőség. 15 perces idősíkon azt látjuk, hogy itt van ez a picike kis dupla aj, ebből egy hatalmas emelkedés lett, és ezt a szintet, mint célára teljesítette a csárt, illetve ezt a szintet is, ami ott fölötte van, ahol az egerem van. Na most akkor hogyan tovább? Vajon ennyi volt az emelkedés? Nem tudjuk megmondani, mert ez egy úgynevezett oldalazó mozgás, ami viszont azt sejteti, hogy talán éjszakára most meg fog pihenni az arany, hogy egyelőre nem célszerű pozíciót fölvenni. Magasabb idősíkon egyébként látható, hogy van egy emelkedő trend, és pontosan sárga trendvonal volt az, hogy nem engedte a csártot leesni. Ez csak egy érdekesség. Menjünk vissza a Dow Jones-ra. Nézzük meg, hogy azóta ott mi történik. Megyünk szépen följebb. Ez a reggeli mi kis demószámlánk. És a másik pozíciónál is elkövetek egy részleges zárást. Ebből is 0,1-et kidobunk. Így már abban a 44 dolláros kék vonallal jelzett 45, levegőből elrakom 22-t. És ha maradékkal kisztoppolódunk, akkor bizony nem bukunk olyan nagyon sokat, kb. 1 dollárt. Ez egy jó lelkiállapot. De ez mindannak köszönhető, hogy a részzárásokat olykor alkalmazni nem túl rossz ötlet, illetve annak, hogy a technikai elemzés bizony-bizony működik, akkor is, ha picikét kirázós a piac.
Ez itt egyébként szintén fordított felfejvel, csak mondom, hogy van ilyen elég gyakran a csártokon. Kezdő traderek, kereskedők, befektetők akár tradelhetnek az euró-dollárral is. Ez egy nagyon trükkös piac volt az elmúlt időszakban. Mutatom. Először is az órás csárt. A türelmetleneknek pont az alján szakadt el a célra, és ott zárták le az euró-dollár longjaikat. Ez itt egy dupla alja, ami remek belépő. Korábban szintén volt egy dupla alja, de nagyon-nagyon trükkös, kirázós volt. Ez a kis gyertyakanóc sok stop loss-t elvitt. És korábban volt egy furcsa fordított válfejvál, amit szintén berajzolok kékkel. Ezeket most csak azért mondom a technikai elemzés első workshopján, most az alakzatok kerülnek reflektorfénybe, kizárólag azért, mert látható, hogy van a csárton bőven. Mindegy, hogy milyen időségon. Tehát fordított válfejvál, duplaj, itt a long bejött volna. Hát is lépünk a mi kis másik demószámlánkba, ez már megoldva. Ez nem az, hanem a másik. És megnézzük, hogy ott van-e euró-dollár pozíció, mert emlékeim szerint van. Két darab euró-dollár pozíció is van. Az egyik egy 004-es. Ha itt kisztoppolódnék, 1,6 dollár buknék, engedjétek meg, hogy ebből lezárjak 002-t. Inkább csak 001-et, a többit hagyom futni. Nézzük azt, ha valaki elkezd vadállatokkal kereskedni, akkor milyen kereskedő hibákat követhet el. Ezen a nagyméretű számlán megengedett a nagylot használata, de látjátok, hogy itt azért talán reggel mutogattam be kereskedő hibákat, és látható, hogy ha valaki nagy lottal, nézzetek vissza reggelit, operál vagy trédel, akkor bizony elég nagy kilengések vannak ott a számlatörténetben. Ezzel szemben, aki viszont egy picit ügyesebb, és kis lotokkal kereskedik, még akár nagyobb méretű számlákon is, az bizony látható, hogy akár jól is dönthetett. Ilyenkor a stresszfaktor a tőzsdepszichológia máshogy viselkedik. Nézzük meg azt, hogy ezen belépőnek mi lehetett az oka kisebb idősikon. Trendvonaltörésekre szeretek játszani, ami nem befektetési tanács, de itt van például egy trendvonaltörés, ami működött. Akinek ez nem szimpatikus, mert túl meredek vonal, az beleláthatott ebbe egy kis dupla vért, dupla aljat is. Ő egy picivel később lépett be, de szintén egy tök jó belépő, kb. Ugyanazon zárszinten. Akinek mondjuk egy másik dupla és szimpatikus, például M5-ös időségon, az ezt figyelte meg. De nagyon-nagyon fontos dolog, hogy akkor jó egy dupla aj, ha az emelkedő trend már elindult. Itt nem indult el, itt van egy dupla, itt van még egy, és itt van még egy picike, amiből lehetett volna jó pénzt keresni. A dupla csúcsok, az M betűszerűségek szeretik megfordítani a piacot, kivéve amikor emelkedő trend van, mert akkor fals letörés következhet be a nyakon alatt, és gyönyörű szépen megyünk. Ebből a fordulatból valójában egy meghiúsult dupla top lett, ezekre érdemes figyelni. Honnan tudom én mondjuk nem tudom, de honnan tudhatom, milyen szintekig megy fel az árfolyam? Menjünk fel magasabb idősíkra. Nézzük meg, mi is történt az euró-dollárral, mi az, ami miatt én napok óta emelkedést várok, és egy jó darabig nem jött be. Első trendvonal, csúcsokat kötöttem össze, kitörés, nevezett visszatesztel, indultunk fölfele, és lehetett sejteni, hogy bizony-bizony ettől a ponttól, ahogy a fehér gyertya megindul is az esés, itt sokan short pozíciót nyitottak, tehát valószínűleg vagy ide jön fel az árfolyam, vagy akár a fölötte levő gyertyákig, tehát vagy ide. Aki itt megnyomta a vételgombot, és ide letette a stoppot, az egy nagyon kemény oldalazó, kirázó, csapkodó mozgás után akár nyerhetett nagyot. Higgyétek el, hogy ebben az időszakban pszichológiailag nagyon-nagyon össze lehet törni. Főleg, ha az ember már órák óta, napok óta be van ragadva egy pozícióba,
és kezdi elveszíteni a reményt, pedig maga az ötlet jó volt, az ötlet hiába jó, ha az eredmény nem jó. A technikai elemzés főbb eszközei. Szintek, emelkedő és ereszkedő trendvonalak, fel kell tudni ismerni, mikor oldal az a piac, mikor csapkod a piac. Fordítóalakzatok ismerete, kitörések, fals kitörések ismerete, meghiúsulások ismerete, illetve a magasabb idősíkok elemzésének ismerete. Ez mondjuk 45 percbe, 1 órába nem fér bele. Mint az első ilyen workshop, azokat a dolgokat próbálom összegezni, amikre építünk, ha ezeket rendszeresen fogjátok látogatni. Van hosszú távú befektetés kezdőknek, van day trade skalpolás kezdőknek, stb. Én azt gondolom, hogy sok mindenki találhat a kérdéseire választ, illetve nyilván vannak olyan kérdések, számtalan, amire mi itt, a chat ablak részvevői, a nézők és én sem, tudjuk a választ. A jövőből ugyanis nem látunk. Nézzük meg azt, hogyha valaki részvényekbe fektetne, akkor mi a teendője? Itt a Tesla csártya, régóta nagy kedvenceit sokaknak, ahol mi is történt. Aki régóta követ minket, mintha beszélgettünk volna arról, erősítsétek meg, vagy cáfoljátok, ha úgy gondoljátok a chat ablakba. Hogy remélem látható a chat, meg egymással is tudtok csatálni. Volt arról szó, hogy ez a dupla top, ha elmarad, esetleg a nyakvonala alatt, ami pont a két szaggatott vonal, fals letörés alakulna ki, esetleg ha a dupla top csúcsát összekötő két vonalka fölött átmenne a chart, akkor bizony-bizony létrejöhetne ez a szint, vagy akár följebb szintek is, most ezeket nem vonalkázom be végig. Volt egy ilyenről szó. Most aki Teslát vett csak picike mennyiségben, látjátok, egy tized Teslával 6 dollárt lehetett nyerni, de nyilván, hogyha valaki még egy Teslát vett, mondjuk 150-en, és 2,30-an adja az 80 dollár, ha ezret vett, az bizony már nagyon komoly pénz. Tökéletesen lehet komoly pénzeket is mozgatni, de felhívom a figyelmet ismételten, hogy kockázatos dolog, mert azt jelenti, hogy életveszélyes és tilos, de tudni kell kezelni a kockázatokat. Ez egy meghiúsult alakzat. Egyébként ezt itt megnézve, ez egy fordított váll, fej, váll, csak picikét trükkös, a nyakvonalat nemrég hagytuk el. Kérdés, hogy megérinti-e valaha még ezeket a korábbi szinteket, ez csak példa, nem célár, nem befektetési tanács. Kérdés, hogy megérinti ezeket a chart, vagy sem. Amikor azt olvasgattuk, hogy Elon Musk vagyona mennyire apad, akkor lehetett sejteni, volt ilyen annó Warren Buffettnél, Bill Gatesnél, stb. Hogy ez egyszer azért meg szokott fordulni, mert akik ilyen típusú cégvezetők, ott azért nem véletlenül nő a vagyon ennyire szépen. De ettől függetlenül azt is lehetett sejteni, az elektromos autózás, meg maga a Tesla, az akár egy hosszabb távon is jól festő, jól hangzó sztori, csak úgy, mint mondjuk a Microsoft chartja a mesterséges intelligencia miatt, vagy éppen sok-sok más részvény, az AMD, stb. Nézzünk egy másik részvénytől, az Apple. Egy sima kitörés trédelése, ha ez a zöld volt egy ellenállási szint, ahol beléptem, akkor tök jó, mert elindultunk fölfele. Ha én azt gondolom, hogy fogalmam sincs, meddig tart az emelkedés, de van pár dollár nyerőm, képzeljétek el ezt 50 részvénynél, 100-nál, ott azért már komolyabb szám lebegne, hogy jobb klik, megbízás módosítása törlése, piaci végrehajtás, letrédeltünk, egy lotot zárok az 1,7-ből, picit többet, mint a felét, letrédeltünk egy tök jó mozgást, azaz részvénypiacon is, több idősíkon is lehet használni ilyen típusú belépőket. Egyébként ott van most egy gyönyörű szép dupla alj. Ha most ezt itt ráhúznám a chartra, akkor azt látjátok, hogy szint előtti kitörésnél bevásároltam, korábban is már zártam részeket, egyébként most itt van ez a dupla alj, ami egy jó jel lehet akár azoknak, akik megtartják a pozíciók egy részét.
Volt itt más részvény is, Commerzbank, Deutsche Bank, másik számlán megmutogatom. De beszélgettünk sokat az Eurhoof-ról. Bizony-bizony, akinek van részvény pozíciója, külföldi, nem mindegy, merre tart az Eurhoof vagy az USD-Hoof. Szerencsére erősödik a forint, ami nagyon jó dolog. Szerencsére nem szállt el az olaj árfolyama sem. Viszont akinek mondjuk van egy euróban denominált részvénye, vagy dollárban, és az árfolyama esetleg nem emelkedett annyira az elmúlt időszakban, vagy netán csökkent, vagy csak stagnált, és ezt egy erősödő forint kísérte, akkor ő azon bukott. Nagyon-nagyon sokan mondták, hogy 4,50 meg 500 az euró, én ezt akkor nem hittem el, és ez nem azon múlik, hogy kinek milyen politikai meggyőződés van, hanem egyszerűen csárton múlik, erősödést mutat, illetve magas kamatok vannak, jegymarki beavatkozások vannak adott esetben, amik működtek és működnek napjainkig. Na most az a kérdés, hogy aki mondjuk hirtelen attól félt, hogy mi lesz itt a világban az ukrán helyzet miatt például, vagy annó a Covid miatt is elkezdte kitolni a pénzét, és külföldi tőzsdéken kezdett el kereskedni, nyilván sokat nyerhetett, mert a külföldi tőzsdék közül rengeteg olyan van, amelyik hatalmas termékkínálatával mindig kínál sztorikat. Ugyanakkor arra nem mindig gondoltak, hogy bizony-bizony van ám itt olyan is, hogy forint árfolyam kockázat. Míg sokak, akik mondjuk nem exportőrök, hanem importálnak valamit, vagy éppen szeretnék érezni, hogy ha a forint egyszer csak tovább erősödik, akkor előbb-utóbb az inflációs történet is kicsit helyre jöhet. Óvatosan fogalmazok, nem tudom mikor jön helyre. Ez egy fontos tényező, hogy megtanuljunk elemezni forint csártot is. Például itt van egy duplatop. Tehát akik itt azt mondták, hogy 450 meg 500 lesz, ők lehet, hogy az elmaradó duplatopot látták ebben. És van egy rossz hírem. Az elmaradó duplatopnál a fals letörés beszokott következni a nyakvonal alatt. Itt viszont ez egy letörés volt és egy visszateszt, tehát ebből annó látszódott, hogy ez bizony egy forint erősödési hullám is lehet akár. Persze ez nem biztos. Ezt csak azért mondom, hogy ez volt a múlt. Sokan trédelnek vagy kereskednek bitcoinnal. Itt annó mondtam nekik, hogy ez egy dupla top. Nem mindenki itt el, mert lelkesek voltak. De ettől függetlenül nyilván sokszor lehet tévedni. Itt is jeleztem, hogy ott van egy dupla top, vigyázni a bitcoinnal, részzárás, stoppok felhúzása, de ez nem befektetési tanács. Valamint, amikor tévedtem, mert ilyen is szokott lenni, valamelyik webináriumon pont arról beszélgettünk valakivel, hogy bizony fals letörés van a dupla top alatt, tehát lehet, hogy fölmegy megint 26-27-ig a bitcoin, vagy akár tovább is, és följebb is jött. Kereskedhető termék ez is, én nem szeretem, de ettől függetlenül technikai elemzés itt is működik, és ha mondjuk rápillantatok erre itt, ez itt egy dupla alj. Nem azt mondtam, hogy ilyet kell venni, de ez is egy lehetőség. A Brentnél szerencsére, ki az, aki szeret olcsóbban tankolni, az annak örül, ha van egy dupla top például ezen az idősíkon, ez egy napi chart. Vagy ha valaki mondjuk M15-ös Brent trader szeretne lenni, és azt gondolja, hogy megtanulta a dupla aljak lekereskedését részzárásokkal, akár lehetett nyerni is. Vagy aki megtanulta, hogy mi az a dupla top, sortnyitásra lehetett volna itt egy jó kör. Ezek csak példák. De gyakorlatilag bármit elővehetünk. Például Johnson & Johnson, ha akarja, megnézzük most hirtelen, hogy néz ki, 15 perces chart. Aki úgy gondolta, hogy például ez egy trendvonaltörés, fals letöréssel párosulva, az itt egy pár dollár zsebre rakhatott. Ezek példák, nézzünk egy IBM-et. Aki úgy gondolta, hogy ez egy dupla aj, ez is egy dupla aj, vagy egyszerűen egy szint kitörését kereskedte le, az akár jól is járhatott. Ezek példák. De ha mondjuk megnézzük a H1-et, ugyanaz a részvénynél, itt is van egy dupla aj, egyébként egy dupla top adott eladási jelzést ad fönt, ami trendvonaltöréssel párosulva tök jó belépőt ad.
Most ez mégsem ilyen egyszerű, és mégis a tőzsdézők 76%-a, vagy akár néha 80 bukik. Ez azt jelenti, hogy a technikai elemzést utólag berajzolgatni mindenki tudja, tök jó. Szokott olyan webinárium lenni, amikor megpróbálunk erre gondolkodni. Kérdezzétek meg a többieket, ha esetleg kezdők vagytok, van-e ilyen. És például holnap reggel lesz egy ilyen 7:30-kor. YouTube-on találtok jó helyet, meg lehet nézni. Nézzünk egy Facebookot. Ott is beszélgettünk arról, annó, milyen jó lenne ez a Facebook, ha látnánk rajta belépőket. Gyakorlatilag az emelkedésnél kis túlzással szinte végig láttuk a belépőket ennél a csártnál. Persze kérdés, hogy ki kereskedte le, meg ki nem, de ez most lényegtelen. Maga a technikai elemzés, például a fordított felfejvállalkozat, itt is működött. Ha pedig valaki úgy döntött, hogy inkább H4-en nézegeti a Facebookot, akkor ez már egy dupla ajszerűség. Ha pedig valaki úgy gondolja, hogy van neki jó olcsón ilyen részvénye, és szeret emelkedő trendvonalakat hozogatni, többet is, picit elcsúszott, akár így is, ő pontosan fogja tudni, hogy a részzárásokat követően mikor adja el a Facebookját. Akinek még magasabb idősíkra merészkedik, ezeket a szinteket berajzoltuk már többször. Ez itt egy fordított válfejvál, gyönyörű emelkedés jött utána, és egy fals letörésből indul, hangsúlyozom, heti idősíkon. Amikor minden idősíkon sok mérben együtt áll, van benne alakzatlanul a szintek, akkor ilyen eredményekkel is lehet védelni, de mégis a tőzsdézők 76%-a bukik. A Google szintén dupla aj, heti idősíkon. Csodálatos dolog a mesterséges intelligencia. Aki ebbe belevet jókor, nem a tetején, az akár jól is járhatott. Itt volt például egy elmaradó válfej váll, aminek dupla VV alakult a válla, illetve korábban volt itt is fals letörés, ami azt jelenti, szint alá jött az árfolyam, majd fölé, meg is indultunk fölfele, és H4-en pedig volt egy dupla alj. Ha ilyen típusú együttállásokat láttok, ritkán van ilyen az életben, H4-es idősíkon, akkor ezt lehet, hogy meg lehet nyomni stop loss használatával, picike margin, picike pénz elköltésével és sok-sok szabad pénzzel, akár portfóliót építve. Most a kérdés az az, hogy mennyi időt lehet megtanulni a szinteket, trendvonalakat, alakzatokat, pozíció, méretezés, menedzselés, stb. Aki abszolút kezdő, szálljon rá 2-3-4 hónapot, van, akinek sokkal gyorsabban sikerül, van benne sok-sok felesleges adat, és ami a legfontosabb, mindenki kezdve önállal modalkázni, hogy legközelebb ilyen webináriumon több 10 kérdésre jön ezzel kapcsolatban, mert ugye ez arról szól, kérdez felelek, némi kreativitás, ötletelés, hát ha segít mindannyiunkat, engem is, titeket is. Nézzük meg az euró-dollárunkat, hogyha most semmi nem történt, nézzük meg a Nasdaqot, látjátok, milyen okos volt, amely csúszó stopot használta. Kb. Előre sejtettem, hogy jó dolog lenne a Nasdaqot megsortolni, mert ha a trend vonatodik, akkor ez tök jó. Menjünk át arra a másik számlára, és számoljuk ki, ha nem vagyok ilyen buta, és nem félek attól, hogy jól láttam kivételes handolókat. Most ezzel a pozíció nyertem 2,80 dollárt, hú de jó. Ha ezt én itt nyitottam, nézzük meg, mennyi volt a pont értéke, kb. Kerekítsünk 14.470-re, és mondjuk itt zártam volna le, 4.38-on, 4.40-en, akkor 30 dollárom lett volna a zsebbe, 2 dollár helyett. Ha csak itt nyitom a trendvonatörésre, akkor is van egy 10 dollárom. Ezek ilyen rövid skalkmozdulatok. Ezért nem mindig jó dolog csúszóztapot használni, ott is be kell állítani, hogy milyen távolságba kövesse, nem mindegy, milyen idősíkon nézett ke belépőt, stb. Stb. Nézzük meg gyorsan a Dow Jones-t, hogy vajon jó ötlet volt-e a részzárás legutóbbi pozíción. Hát azt hiszem, hogy igen. Még nem volt jele,
Viszont ha egy picit később ránéztünk volna, a fehér kereszt vízszintes vonala szint, ez bizony egy dupla top, vagy egy fals kitörés ez a rész itt. Tehát a technikai elemzés olykor-olykor működhet. Most akinek ebből a fordított fejvából van Dow Jones pozíció, ez nyilván már a stop loss-t följebb hozta, a bekerülési ár fölé mondjuk ide, és részzárásokat csinál folyamatosan, mert hogy megindult a korrekció lefele. Most az a kérdés, hogy technikai elemzés mellett soroljátok fel, milyen tényezők határozzák meg a tőzsdei sikerünket, kudarcunkat, stb. Stb. Nyilvánvaló, hogy van a tőzsde pszichológia, amiről ódákat lehetne zengeni, sőt, könyvek tucatjait írták. Ez az egyik fele. A másik fele meg az, hogy a technikai elemzésben rengeteg olyan dolog van, amiben most nem megyünk bele, például indikátorok. Nem azért nem megyünk bele, mert hülyék vagyunk hozzá, hanem azért nem megyünk bele, mert először szerintem a csupasz csárton kell megtanulni dolgokat. Ha valaki mondjuk tud határértéket számítani, vagy deriválni, vagy integrálni, alapfeladatokkal kezdje, és amikor összeállt a kép, akkor rakjon össze bonyolultabb dolgokat. Vagy ha valaki bizonyos építőjéből feladatokat tud látni, akkor ne azzal kezdje, mint például ugye valamelyik nap láttam, Megkelek meséből azt a részt, amikor a disznónak házat épített, és a tetőt kezdte el építeni, és a malasz család tartotta, majd körbefalaszta magát, és nem volt se ablak, se ajtó. Elemenként kell összerakni a technikai elemzést, és még akkor is lehetünk sikertelnek, akkor is lehetünk olyanok, akik túl sok mindent tudnak, és ez okoz hat, akár képzavart is. Annó nagyon-nagyon sokat kutakodtam ebben a témakörben, kerestem robotokat, mindent dolgokat, és arra jöttem rá, hogy az egyszerűség fel kell törekedni, és vannak olyan időszakok, rengeteg olyan időszak volt az életben, amikor egyszerűen nem tudtam nyerni, bármit csináltam a tőzsdén. Pszichológiai csapdába jutottam, azaz a technikai elemzésnél is fontosabb a tőzsde pszichológia. És bárki bármikor bármennyit nyer, bármennyi ideig, lásd, sztár traderek, befektetők, hedge fund menedzserek, akik tényleg komoly lotokkal, komoly mennyiségekkel kötnek, hozzájuk képest fényévekre vagyunk, és maradunk talán örökre, de ott is van egy pont, amikor egyszer csak elmúlik a tudás, vagy ott is eljött ez a pont. Minuszos évek, bezárt hedge fundok, stb. Stb. De ez nem annyira egyszerű játék. Éppen, mielőtt idejöttem, egy-két órával a Tőzsdecápák című filmen a tévében, van rengeteg ilyen dolog, nyilván ezekből is lehet picikét tanulni, de higgyétek el, ez a csillogás, amiket látunk, olvasunk, hallunk, az nagyon-nagyon nehezen elérhető. Itt legyen annyi a cél, hogyha valakinek 500 vagy 1000 eurós demo számlája van, akkor legalább heteken, hónapokon át tudja konzisztens módon kisebb-nagyobb visszaesésekkel építeni a tőkét, megtanulva a technikai elemzés alapját, és megtanuljon addig üldögél, amíg nincsen tényleg belépő. Utána lehet nagyobb célokra álmodozni, és minden demóban kell kipróbálni, bárki bármit is mond. Csoda stratégiák, csoda traderek. Hát, én ezeket mindig fenntartással kezelem, magamból indulok ki, hogy én nem vagyok semmilyen trader, de tudom, hogy bárki bukhat, bárkinek lehet rossz meglátása, bárkinek lehet rossz szériája, bárkit elkaphat a gépszi, de a legeslegfontosabb dolog az, hogy a technikai elemzés alapjait rakjuk rendbe. Hát tematikusan el fogjuk ezt kezdeni. Szintek, trendvonalak, alakzatok, stb. Bővebben. Azért volt ez a mai ilyen unalmas, mert egy keretbe szerettem volna foglalni, hogy mi az, ami vár azokra, akik elindulnak ezen az úton. És az mindegy, hogy OTP részvényt elemeztek, vagy MOLT, ami az elmúlt napokban tök jól teljesített, vagy az is mindegy, hogy éppen kötvényekkel szeretnétek trédelni, vagy kereskedni, vagy aranyjal, olajjal, Google-el, Amazonnal, szinte bármivel,
a legeslegfontosabb dolog a tőzsdepszichológia mellett, a technikai elemzés, illetve a pozíciókezelés, money management, stop loss. Lehetünk zseniálisan jó technikai elemzésből, ha a lótméretünk rossz, még az is lehet, hogy kezdeti tűzijátékot követő nagyon csillagászat hozamok után is tegatyásodunk. Mert meg kell tanulni nagyon-nagyon egyszerű matematikai részét is. A pszichológia legnehezebb, technikai elemzés ezen belül talán középkategóriás, tehát a könnyű és a nehéz közötti. És higgyétek el, hogy bár itt most én azért hozogatok vonalakat, mert webináriumban néha-néha azért én sokkal többet szoktam, hogy ezeket az alapvető dolgokat azért jó így csinálni, gyakorolni, még akár 1-2-5-10 év tapasztalat után is, mert mindig tud újat mutatni a piac meg a chart. Nagyon szeretem az olyan típusú vállalkozókat. Sajnos én nem lettem olyan típusú ember soha, aki föl tudott építeni bármilyen céget. És nem rendelkeztem soha nagyon nagy bevétellel, de az a lényeg, hogy azokat tiszteltem, akik több mindent összeraktak, ugyanakkor a munka részét sem felejtették el. Tehát nem csak ügyvezető igazgatók voltak, hanem odaálltak, és adott esetben megcsinálták az autót, megmutatták a beosztottnak, hogy hogyan kell vakolni, stb. Azt gondolom, hogy a tőzsde az szintén egy ilyen terület. Lehet bárkinek bármennyi pénze, ha az alapokat nem tanulja meg, és nem hajlandó vonalkákat hozogatni, akkor bizony veszíteni fog nagy eséllyel. Volt olyan, akivel régen beszélgettünk arról, hogy de jól lenne megtanulni tőzsdézni, és elmondtam neki, hogy 1000 darab vonalat be kell húznod a csárton. Hát, hogy ő azt nem. Akkor ne kezd el. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek be kell. Valakinek be kell, valakinek nem kell. Ha olyanokat akartok elérni, mint amikről álmodtok az filmek meg egyebek kapcsán, akkor azért az egy nagyon kemény és hosszú út lesz. És 99%-unknak, beleértve engem is, nem fog sikerülni. A csillagászati célokat tűz ki magának ezzel, nem determinálni akarom a sorsatokat, remélem sikerül nektek, hanem lassan, szerényen, lépésről lépésre, és lehet, hogy lesz ilyen sorozat tőzsdepszichológiából, ahol azért, hogyha minél többen eljöttök, mindenkinek más tapasztalata van, beragadt pozíciókkal kapcsolatban, túl nagy buktákkal, komolyabb tródámokkal, visszaesésekkel a tőkével kapcsolatban, hogyan állt fel újra. Ilyen beszélgetés jellegű kellene, hogy legyen a workshop. Egy webinárium amúgy nem ilyen, de most picit félénken írogattok a chat ablakba. Remélem lesz olyan korszak, amikor leszünk itt akár 100-an, 200-an, és még máskor más webináriumokon. Ez az első ilyen volt. Pozitív, negatív kritikákat várok. A tempó lassú, mert ugye senki nem írta a csatorba, hogy én kezdő vagyok. Térjünk vissza ide, mutass egy ilyet, mutass egy olyat. Legyetek aktívak, legyen ez egy interaktívabb dolog a szokásosnál. Reggel 7:30-kor találkozunk, aztán lesz egy hét szünetünk, de reggelente nem találkozunk, pihenjetek, aludjatok többet. Ne úgy csináljátok, hogy 11-kor fekszedek el, és 2-kor keltek. Ez is tréderi hibához fog vezetni. Előfordult már valami ilyesmi. Úgyhogy ennyi mára. Sok sikert mindenkinek. És csak demóban gyakoroljatok, ez az én tanácsom. Akkor is, ha már 5 éve gyűritek ezt az ipart, és úgy érzitek, hogy na, vissza a kezdeti dolgokhoz. Mert bizony-bizony, ez egy olyan csárt, ami gyakran megtréfel minket. Mert ha most tegyük fel, annyira ügyesek vagyunk, hogy a short trendbe beleveszünk egyet, mert azt gondoljuk, hogy ez egy dupla aj lesz, és nem veszük észre, hogy egy magasabb idősíkon egy dupla toppal szemben shortolunk, akkor még mindig nincs meg a rutin. És akkor nem az a baj, hogy nekünk egy pali azt mondta, hogy M1-en látok egy dupla V-t, és akkor úgy de jó lesz, ez nem lett dupla V, látjátok? Ilyet nem mondtam,
hanem azt mondtam, hogy ez egy kirágós piac, nézni a magasabb idősíkokat, nézni az alakzatokat, és ha már trenddel szemben is kötünk, legyen pici alottméret, ez most azért nem olyan pici, bár ezen a számán igen, de legyen kalkulált a stop loss. Lehet, hogy nekem az a célom, hogy ide följön a chart, lehet, hogy létrejön, de hogyha ide átkapcsolunk, ebből még lehet egy M15-ös dupla top akár, hogy átkapcsolunk M5-re, ez csak egy példa. Ha mondjuk letettem volna ide a stopot, most pillanatra megmutatom, mi lenne, ha oda tenném, és ide nem kapcsoltam volna le, akkor már is 34 dollár stop kockázatom. Kettőt tegyük vissza ide, pont ott volt, tök mindegy, mert trenddel szemben kereskedünk. Vagy ha valaki azt látja, hogy húha, ezt elfelejtettem megnézni, de azért szeretném ezt a pozíciót megúszni, akkor tegyen rá egy 1-2 pontos csúszóstopot, most ráteszünk egy 1,7-est, és így megvan úszva az adott trade. Mert hogy magasabb idősíkon ellenirányú alakzatot láttunk. Mindjárt kiüti, és az lesz a végszó. Jobban 0 dollár, vagy ez 1-2 dollár plusz, mint a mínusz 10, vagy a mínusz 50. De amúgy benne vagy feljövünk oda, és elmarad az a nagy dupla top, de ez még nem látszódik a csárton. Több idősíkú elemzés. Lehet, hogy ez egy jó pozíció volt, fogalmam sincs, de aki trader akar lenni, vagy befektető akar lenni, nem tudom, hogy milyen az pontosan, de van némi fogalmam róla, az gyakran meggondolja a gondolatait, mert ugye nem látunk előre semmit, és egyelőre én azt gondolom, hogy jó az, ha több mindent nézünk egyszerre. Hát ennyi. Ez az első kis workshop. Sziasztok!